Jaj, és akkor ez nagyon jó, írta valaki egy Euronews-os cikk mellé. Hát ez vagy 5 perc lesz, mire fordítgatok, de ez nagyon fontos. A nigeri igazság, miért is puccs a felszabadítás, miért is nevezi puccsnak a nyugat a felszabadítást? Azt mondja, hogy nézzük is, úgy nagyon lassan beszélnek benne, mindegy, próbálom úgy élőbe fordítani, hogy gyorsabb legyen, meg vissza hanggal. Hogy ez a volt miniszterelnöke Nigernek, akit leváltottak a puccsisták, jaj, a förtelmes puccsisták megszabadultak ettől a csoda embertől, és akkor nézzük, itt a feltételezett egyeztetés a nyugattal, vagy a franciákkal. Üdvözlöm, szóval az én országomban akar urániumot bányászni? Igen, igen, mi elnök úr. Na nézzük ezt a szerződést, van néhány kérdésem. 90% of my 25 million citizens are not connected to it. Szóval a Nigériában lakosságom, a 25 milliós lakosságomnak a 90%-ának még áramellátása sincs. Very true and very sad, Mr. President. I pray for them every day. Nagyon igaz és nagyon szomorú, mi elnök úr, minden nap imádkozok értük. Nem ez volt a kérdés. A kérdés az, hogy hány háztartásnak lesz ár, mennyivel több háztartásnak lesz áram ellátása ezen túl, hogyha itt megállapodunk a franciákkal. Zero. Zero. Semmivel, senkinek nem viszünk áramot. Oké. Okay. Miközben bányáztok, megvéditek majd a környezetet? Nem. Itt szennyezni, Nigériában sokkal egyszerűbb szennyezni, mint Franciaországban szennyezni. De fogtok iskolákat, vagy kórházakat, vagy utakat építeni a helyi közösségeknek? Nem. Hány embert fogtok foglalkoztatni a népességből? Egyet. Egy százalék? Hát jó, egy százalék elmegy. Nem, egy darab, egy főt, egyetlen egy embert. Hát nem túl jó hír, nem igazán jó. Nem teljesítesz jól. Na jó, folytassuk. Szóval azt mondtátok, hogy az én országomat egy kis Párizzsá fogjátok változtatni. Igen, de nem fogjuk. Nem fogjuk, nem, csak egy Párizs van. Akkor beszéljünk az adókról. Szóval adó kedvezményt akarsz, meddig akarsz? Mindörökre, a végtelenségig. Mindörökre? Jézus Isten. Oké. Okay. Utolsó kérdés. Az uránium bányászatból befolyó nyereségeknek hány százalékát fogjátok az országunknak adni? 4-et. Jaj, nem, csak vicceltem. 5-öt. Miért pazarlod az időmet? Azt hiszed, hülye vagyok? De teljesen azt hiszed, hogy idióta vagyok. Azt mondta, hogy croissant az országon minden, amit el fogtok értékteleníteni. Ja. Hogy mered? Na és akkor itt a vége, ezt már lehet, hogy nem adom le. Na de mi lenne, hogyha azt az 5%-ot, a 100% nyereségben semmi 5%-ot, amit adunk nektek, azt nem az országnak adnánk, hanem a te saját zsebedbe csúsztatnánk be. És akkor már, hát akkor jó, ha már az én zsebembe, akkor megegyeztünk, akkor kézfogás, meg minden, akkor áll az üzlet. Akkor hagyd szóljon így, akkor oké, ha az én zsebembe megy, és akkor írják a végén, mi mint azt tudott, a Niger, a Afrika uránium fővárosa, a negyedik legnagyobb uránium termelő ország Niger, 7,5%-át a világ uránium bányászatának ő adja. És Franciaország már több mint két évtizede bányásza az uránt Nigerbe, habár a legtöbb ebből, hát ami befolyik ebből, az mind Franciaországba megy vissza. És akkor a Világbank szerint Niger még mindig a világ legszegényebb országai közt van, a 90%-a a nigeri lakosoknak, még a nigeri lakosok 90%-ának még áramellátása sincs. Úgyhogy hát ez a közel itt a valósághoz. Na ezért kell a nyugatnak, hogy így pucs, meg jaj, rohadt Niger, mert hát kiszabadulnak, egy gyarmattal kevesebb nem tetszik nekik.